Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Rövid az út Pilátus házától a Kálváriáig. Mégis ez a legismertebb út a világon. Milliók jártak rajta személyesen. Még több millió járt rajta lélekben. Keresztútnak hívjuk. Most nagypénteken ebben az órában mi is rálépünk ebbe erre az útra. Közben megállunk rajta, elgondolkodunk. A magunk életútját összehasonlítjuk Krisztuséval, sőt, össze is kapcsoljuk. Add, Urunk Jézus, hogy ezen az úton rád találjunk, és általad önmagunkra. Amen. Első állomás, Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Pilátussal áll szemben, hallgatsz, elfogadod némán az ítéletet. Megkötözött kezedet, szavadat már nem emeled föl, mert tudod, hogy te vagy az erősebb. Istenségedet gyenge emberi testbe zárod, hogy egykor majd hatalmad ereje és nagysága nyilvánuljon meg a hatalmasok előtt, a kicsinyek védelmében. Isten irgalmas szeretete nagyobb, mint az e világ urainak hangos, halált hozó hatalma. Könyörülj rajtunk, Uram! Második állomás. Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus is áldunk, mert szent keresztet által megváltott a világot. Gond, baj, keserűség, csalódás, gyász, betegség, családi zűr, és ezer más egyéb dolog valásos szótárunkban a kereszt neved viseli. Iszonyodunk tőle, bár sokszor meggondolatlanságunkkal magunk ácsoljuk önmagunknak, aztán hordozni kényszerülünk. Jézus, te nem hagysz magunkra. Velünk vagy a világ végéig jobban, rosszban. Azért vetted válladra a kereszted, az ígát, hogy nekünk veled minden könnyebb legyen. Kérlek, Uram, segíts, hogy érted békében viseljük keresztünket. Adj kitartást, erőt, hogy megtegyük a te szent akaratodat. Könyörülj rajtunk, Uram! Nem bírja a nagy kereszt.
Harmadik állomás. Jézus először esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Elestél, mert nehéz a kereszt. Súlyosak a bűneink. Uram, ennyire figyelmetlenek vagyunk. Azt hiszük, hogy csupán a jó szándék, az imák végzése, a szentmiséken való részvétel áldozat nélkül elég. Hát nem. Ahogy Szent Pió atya mondta, mindenért meg kell fizetni az árat. A jóért és a rosszért is egyaránt. Uram, felületes életünk porba sújt, mert a nem tudatos cselekedetek kaput nyitnak az ördögnek, amiért viselnünk kell a következményeket. Segíts éber készenlétre! Könyörülj rajtunk, Uram! Negyedik állomás. Jézus szent anyjával találkozik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Édesanyáddal találkozol. Nem ölelheted át, nem futhatsz elébe, még csak nem is köszöntheted, üdvözl légy Mária. Egyetlen mondatot tartogatsz a számára. Asszony, íme a te fiad. Egy mély sóhaj szakadt föl benned, anyám. Hát nem tudtad, hogy atyám dolgaiban kell lennem? De azt is tudod, hogy mindig jó a közelében lenni. Most is segítséget tud adni, nélküle nem megy semmi. Uram, engedd, hogy a nehéz óránkban mindig rád gondolhassunk, és így szólhassunk: Anyám, édesanyám, fájdalmas anya, kísérj végig bennünket is a keresztutunkon. Imádkozzál érettünk, most és halálunk óráján. Könyörülj rajtunk, Uram! Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni. Imádunk téged, Krisztus, is áldunk, mert szent keresztet által megváltottad a világot. Orvosokat, ápolókat, mentősöket képeznek, mert szükségünk van rájuk. A segítés manapság meg van szervezve. Foglalkozás, kötelesség. A cserben hagyás meg büntetendő cselekmény. Ma a szolgálat készségéért pénzt, borovolut várnak, sőt kérnek tőlünk. Te, Uram, egy cirenei Simont kaptál, aki nem ön szántából, önzetlenül, hanem kényszerből segített, külső parancsra. Aztán tekintettek találkozott, és ez megváltoztatott mindent. Hát én, Uram, milyen vélemény írnál jellemzésemre?
Milyen simarad vagyok én neked és embertestvéreimnek? Segíts, hogy rád nézve érted éjek, és általad fele barátaimnak. Könyörülj rajtunk, Uram! Hatodik állomás, Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Veronika minta példány. Minden önkéntes segítőt benne köszöntünk. Minden mély érzésű embert, minden együttérzőt, és minden érdek nélkülit. Amit ő veled tesz, az a társadalmi munka felső fokon. Nem kérik fel rá, nem kell noszogatni. Érdemét nem jegyzik fel semmilyen naplóban, de te a legnagyobb kitüntetésben részesíted, szeretett cselekedete miatt. Köszönetképpen Veronika kendőjébe adott vonásaidat, ahogy ez nekünk is megadathat. A turini leperről készült nyitott szemű Jézus arca is hasonlóan üzen, jó tett helyébe jót várj. Ne fáradjatok bele a jó cselekedetekbe, mert ha bele nem fáradtok, annak idején aratni is fogtok. Könyörülj rajtunk, Uram! Hetedik állomás, Jézus másodszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Botlás és esés. Elvileg két külön fogalom. Az erkölcsi szóhasználatban azonban a botlás szóban benne foglaltatik a bukás is. Uram, azt kéred, ne maradjunk a porban, hanem menjünk tovább. Vajon hol tartok mostanság? Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen, figyelmeztet a Szentírás. Tudjuk leporolni sértődékenységünket, érzékenykedésünket, s ha lehet, nagyvonalúan újra és újra induljunk el, mert ez a küszködés kedves Isten előtt, hiszen erre mutatott példát nekünk. Drága megváltónk, te emelsz fel engem botlásomból. Feloldozásodból új lendületet nyerhetünk, hogy ne támolyogjunk tovább. Könyörülj rajtunk, Uram! Nyolcadik állomás. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, mert szent kereszted által megváltattad a világot. Mi lesz a száraz ággal, ha a zöldelő fával is ezt teszik? Mit is adhat cserébe az ember a lelkiért? Uram,
A te szemedben csak az számít, amit Istenért teszünk. Szenvedés nélkül nincs üdvösség. Megsirattad, megváltó. Te magad vagy az Isten részvétei irántunk. Áldozottává lettél buktatóinknak. Így csak akkor tudsz segíteni rajtunk, ha bunkásainkat sírotjuk, és nem téged. Az az igaz szeretet, ha nem siránkozzunk, panaszkodunk, hanem komolyan elhatárolódunk a rossztól, bűntől, és megváltozunk. Könyörülj rajtunk, Uram! Kilencedik állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az elesetteket akkor is fel kell emelni, ha nem ártatlanul zuhantak le a földre, mint te, Jézus, hanem romlásukért csak magukat okolhatják. Előfordul az ember életében, hogy mindent megpróbáltunk, hogy véglegesen, erőtlenül, maga tehetetlenül fekszünk az útporában, nincs tovább. Talán csak egy Jézusi mondat, Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. A 9. stáció tanulsága, ezentúl bármi történjék is velünk, mindenkit felsegítünk, akihez csak hozzáférhetünk. Ha pedig már reménytelen, legalább szeretetünk köpenyét terítsük arra, aki rászorul. Könyörülj rajtunk, Uram! Tizedik állomás. Jézust megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézusunk, mezítelenül állsz, mindent elvettek tőled, ahogy az élet is elveszi, az idő kerekei megtépáznak, megviselnek mindent. Elmúlik a fiatalság, jönnek a bajok, betegségek, de a lélek nem öregszik, csak szépül. Te azért hagytad, hogy megszégyenítsenek, hogy minket is felöltöztess, mint a rét virágait, megszentelő kegyelmeddel. Bármilyen sötét, nagypéntek valósága, Uram Jézus, te szembenézel vele. Így adsz nekünk reményt, hogy túljuthassunk a sötétségen, mert nem tart örökké semmi, csak a szeretet. Könyörülj rajtunk, Uram! Édes Jézus, drága testét, véres fára fölszegezték, mi egyetlen a boldogságunk, szent kereszt fasírba Tizenegedik állomás. Jézus a keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Mire valók a szögek? Hogy tehetetlenni tegyünk, hogy ne szökhess el, hogy mindenható litedre te is érezd. Sokszor mennyire kiszolgáltattatok, mennyire tehetetlenek vagyunk. És íme, éppen akkor hajtad végre az egész emberi történelem legnagyobb művét, megváltásunkat, amikor rozsdás szögeink látszólag teljes tehetetlenségre bénítanak. Kitart kezed, szíved nyitott marad számunkra, és várad, hogy válaszoljunk szeretetedre. Öleljünk át téged a kereszttel együtt, mert csak így élhetjük túl a megpróbáltatás szörnyű szenvedését. Könyörülj rajtunk, Uram! Tizenkettedik állomás, Jézus meghal a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Ott függsz kifeszítve Kálváriád csúcsán. A 12. állomás keresztutunk csúcspontja. Tehettél volna többet értünk? Vállalhattál volna még nagyobbat? Bizonyíthattad-e még hitelesebben, Atyád úgy szeret minket, hogy nekünk adott téged? Mindaz, aki benned hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kereszted jelével indítottak el egykor a hit útjára, vagy éppen az iskolába. Kereszted jelét tűzik majd a síromra. Ezt a jelet rajzolom naponta magamra. Lehetőleg nem gépiesen, hanem hittel megvalva a Szent Háromságot. Egyszer mi is meghalunk, de veled élünk, Uram, s halunk meg, és tudjuk, hogy abban az órában sem majd magunkra minket, ahogyan ezt életünkben, a bajban is tapasztaljuk. Könyörülj rajtunk, Uram! Tizenharmadik állomás. Jézus testét leveszik a keresztről, és fájdalmas anyja ölébe fektetik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Kezdődik a temetésed. Hozzá készülődnek. Bár háromszor is előre jelezted, tieidet mégis készületlenül érte. Temetésünkre, környezetünknek, halálunkra önmagunknak kell felkészülnünk. Számtalanszor mondtad, legyetek készen, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Boldog az a keresztény, aki minden órában készen áll a számadásra, és boldog, aki már előre a szűzanya ölébe hajtja a fejét, valahányszor elmondja, oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. Könyörülj rajtunk, Uram! Már a szentest sír.
14. állomás. Jézus haltestét sírba teszik. Imádunk téged, Krisztus is áldunk, mert Szent Keresztet által megváltottad a világot. Arimateai József átadja sírboltját Jézusnak. Példa, amit nekünk is követnünk kell. Ha munkánkat, minden dicsőséget átmerünk adni Istennek, sőt, időnkből is juttatunk neki. Boldogok és gazdagok leszünk, és elnyerjük a dicsőség hervadhatatlan koszorúját, mert benne élünk, mozgunk is vagyunk. Lefegve viskor a nap végén, mi is tegyük sírba a bajainkat, a problémáinkat, a gondjainkat, fájó sebeinket, hogy mindezek elporoljanak, és az új nap új remény adhasson. Könyörülj rajtunk, Uram! Urunk, sírod lezárult. Életed, sorsod is lezárult, de csak látszatra. Legfőbb kérdésünk mindig, mi követi a halált? Az üres semmi? Vagy az általad felkínált folytatás? Ha van jövőd, van nekünk is jövőnk. Ha halálodra a húsvét virrad, akkor ránk is vár a feltámadás. Hit, vallás, világnézet, minden azon áll vagy bukik, mit tud sírköved mondani? Hol a költő szavát ismételgetem, ott fönn a keresztfán suttogja a szél, kinyílik a rózsa, kihajt a levél. Hol határozottan és egyértelműen vallom és tanúsítom, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.